Horvátország hivatalosan az Eurozóna 20. tagja. Ez némileg kedvezőtlen időben történik, tekintettel az egekbe szökő inflációra, valamint arra tendenciára, hogy az Eurozóna államok polgárai a csatlakozáskor magasabb árakat tapasztalnak az árak felfelé kerekítése miatt. Mindazonáltal ez a nap fontos egy olyan ország számára, amely 2013-ban csatlakozott az EU-hoz, és amely a 90-es években brutális fegyveres konfliktusok helyszíne volt. A horvát csatlakozást a további európai integráció indikátorának is tekintik. Nagy nap ez az Európai Uniónak, az Európai Monetáris Uniónak, mert az a tény, hogy Horvátország az Euróvezet 20. tagja lesz, egyértelmű jele annak, hogy az európai integráció az összes előttünk álló kihívás ellenére is folyamatban van. Erős, pozitív üzenet minden polgárunknak, ügyfelünknek és a piacaink számára is. Az olyan geopolitikai tényezők, mint például az ukrajnai háború avaluta gyengüléséhez vezetnek. Az euró 20 év óta először áll azonos a szinten a dollárral. Horvátország euróval kapcsolatos hosszú távú kilátásait politikailag és gazdaságilag egyaránt stabilizáló tényezőnek tekintik, ami potenciálisan megkönnyíti a befektetést és csökkenti az átváltási költségeket. Egyértelmű, hogy egy olyan ország, mint Horvátország, amely nem is olyan régen polgárháborútól és jelentős pusztításoktól szenvedett, már az Európai Unió belső magjának teljes jogú tagja, és mint ilyen, véleményem szerint, közép és hosszú távon profitálni fog a sokkal alacsonyabb inflációból, a monetáris stabilitásból, az alacsony kamatlábakból, és természetesen abból a politikai befolyásból, amelyet az eurótagság ad ahhoz képest, mintha nem lenne tag. Horvátország január 1-én lesz az Európai Központi Bank kormányzó tanácsának teljes jogú tagja, amikor hivatalosan is elkezdi használni az eurót.